Az idén 200 ezer személyi jövedelemadó bevallást vár a Nemzeti Adóhatóság, eddig 106 ezer érkezett be. Az egyszerűsített adóbevallás lehetőségével 14 ezeren éltek, ezt február 15-éig tehették meg az adózók. A megnövekedett igény annak köszönhető, hogy egyre kevesebb munkáltató vállalja az alkalmazottak bevallásának elkészítését. A tapasztalatok szerint a papíralapú bevallásokban hibákat és hiányosságokat tár fel a hatóság, nem írják alá a bevallásokat és a mellékleteket sem csatolják, ezek a tipikus hibák. A 2011-es adótörvényi változások miatt viszont más hibák is fellelhetők. Az eddig beérkezett bevallások hibái alapján megállapíthatjuk azt, hogy akik papíralapon nyújtják be a bevallásokat és nem használnak kitöltő programot, a szuperbrutósítás összegét sajnos nem megfelelően alkalmazzák, illetve az önkéntes magánnyugdíjba, pénztárba történő befizetéseket alkalmazzák rosszul, hiszen itt a teljes összeget írják be, nem pedig a 30%-os befizetés, tehát az összeg 30%-át. 1.885.000 forint, ennyit fizetett vissza a hatóság, ebből 32.700-at teljesítettek, tehát visszakapták pénzüket az adózók. A feldolgozott bevallások több mint 50%-a tartalmaz ilyen igényt, aminek jogosságát rögtön ellenőrzik. A bevallásokat még kiutalás előtt ellenőrizzük, tehát hogy azok a bevallási kiutalások, amelyeket kérnek az adózók, helyesek-e. Itt az a tapasztalat, hogy mivel az ellenőrzés fokozottan ebben az időszakban erre tendálódik, így nem történik ilyen hamis visszaigénylés. Évről évre egyre több szervezet igazolja, hogy sikeresen rendelkezik azokkal a feltételekkel, aminek alapján részesülhet a magánszemélyek 1%-os felajánlásából. Tavaly a kedvezményezettekhez 221 millió forint került. Mint ismert, az 1% valamelyik alapítványnak, egyesületnek adható, másik 1% pedig egyháznak ajánlható fel, vagy az idén a Nemzeti Tehetségprogram számláját gazdagíthatja. A magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásának határideje május 20-a, ezért a NAV a 20. héten hosszabbított ügyfélfogadást tart Nyíregyházán is.